Május 1-én egy szerelmes dalcsokorral köszöntötte a nagymányoki majális résztvevőit a helyi Székely Népdalkör. A 2015-ben 96 fővel megalakult Székelykör Egyesület részeként működnek. A szervezet igyekszik minden lehetőséget megragadni, amely során közösségépítésre van lehetőség. Célul tűzte ki a székelység a bukovinai székelyek hagyományainak megőrzését, továbbvitelét és továbbadását. Ennek érdekében alakítottuk ki programjainkat, hogy a régi hagyományokat felevenítsük. Következő évben már megalakítottuk a Székely Népdalkört, amely, hogy a székely népdalok hagyományokat is továbbvigyük és továbbadjuk a fiataloknak is. A népdalkör is szép számmal itt a környéken, talán a legtöbb fővel rendelkeztünk, 25 fővel a népdalkör, csak sajnos már fogyóba vagyunk, és próbálunk fiatalokat bevonni a népdalkörbe. A népdalkör először csak a környező településeken énekeltük, aztán megmérettettük magunkat. A Cinege népdalverseny, ugye, ami Tolna megyei volt, azon kétszer is voltunk, azon aranyminősítés és kót aranyminősítés, de talán a legbüszkébbek vagyunk. Két éve a Vas Lajos népzenei Kárpát-medencei döntőben nívódíjat kaptunk. A népdalkörbe két hetente jövünk össze, és ha készülünk valahova, akkor többször jövünk. Tehát akkor előtte többször jövünk össze. A Székelykör tagsága igyekszik minden programon részt venni, és aktívan kivenni részét a készülődésből is. Hagyományokat őrizzük, a disznótoros, farsangolás, fánkot sütünk, hagyományos kolbászt, hurkát sütünk, akkor nagyon szép rendezvényünk, és ami kiemelkedő, a Pityóka Fesztivál, amelyet a nagymányoki székelykör saját rendezvényének tekinti, most már el is terjedt. Ugye a székelyeknél a pityóka az népeledel volt, ugye a szegények étele, nagyon sok mindent lehetett belőle készíteni, és így hirdetjük meg a minden év június vége fele. A pityóka az idén június 18-án lesz, már kiküldtük a tájékoztatót, és főzőverseny, tehát pityókás ételek készülnek. A majdani rendezvény nem csak a főzésről fog szólni, kulturális műsorelemekkel tarkítják majd a napot a szervezők. Ahol tánc, mese, anekdóták elhangzanak, és utána táncházzal zárjuk. Az idei évben június 18-án lesz, most már erre hangolódunk és erre készülünk. Mindenkit szeretettel várunk erre. A készülődés átszövi a havi összejöveteleit is a nagymányoki székelykörnek. Próbálunk mindig valami programot is, tehát értelmes programot kitalálni. Hívunk vendéget, előadót. Volt már Lőrincettel a varrásokról, ugye, akkor volt a székely házasságok. A majálison sor került májfa állításra is, amelyről a székelyeknek is kedves emlékei vannak. A műsorukat is ehhez az alkalomhoz igazították. Május válításnak igen, volt hagyománya, voltak, hogy rengeteg szallagot tűztek ki, ugye, és amely lány az nagyon büszke volt, ugye, ahova májusfát állítottak, ugye előző este a legények csapatokba mentek, gyűltek össze, és akkor nem egy lánynak, ugye, hanem abban a faluban, hogy na most hány lánynak visznek, és akkor utána volt nagyon sok helyen utána májusfa kitáncolás. Szerelmes dalcsokrot állítottunk össze, és azzal készültünk vele, hogy megkeresett a műfáz. De hát mondom, most ezzel az tehát nem olyan rég gyakoroljuk, remélem, hogy sikerülni fog. Amíg egyszer leány lenni, te veszül rukóját venni, kiállnék a kapuba, s várnám a legényeket, melyik ölelne meg ingem.
A nagymányoki székely népdalkör 7 éve szorgoskodik azon, hogy ne vesszenek feledésbe a székely dallamok. Emellett az ételeiket is örömmel megmutatják egy-egy rendezvény keretében. A majálison 30 főre készült a bográcsgulyás. A székely ízek mindig vonzóak a nagy közönség számára is. Mi egy kicsit dusítottuk, mert a székelyek régebb, hogy keves gyerek volt, akkor csipetket is tettek bele, vagy reszeltet régebb, de inkább csipetket, és ezért akkor most krumplitól azt bővítettük egy kis csipetkével. Ennyivel másabb a másik pincepörköltől, mondjuk így. Volt már most a disznóvágáskor, például volt sült hurka, töltöttük kolbász hurkát, és mellé puliszkát készítettünk, úgyhogy az volt. Volt, aki kenyérrel, de volt, aki puliszkával, de inkább a puliszkával. A jó hangulatú rendezvény lehetőséget adott a baráti beszélgetések mellett a hagyományok felelevenítésére is nagymányokon.